Sziasztok, Alex vagyok, ez itt a harmadik lecke. Ebben a leckében meg fogjuk tanulni, hogy hogyan tudjuk használni a szoftveres kriptotárcákat, és hogy tudjuk használni a kriptóhálózatokat. Ugye eddig megtanultunk kriptót vásárolni, tőzsdéken, majd tőzsdéken belül ide-oda küldeni egyikről a másikra. Most megtanuljuk használni az igazi kriptos hálózatokat. Feljövünk itt a crypto200iq.com-ra, itt a CoinGecko-ikonra rákattintunk, és megnézzünk pár hálózatot. A legfontosabb hálózat az Ethereum hálózat. Az Ethereum magát, az Ethereum hálózatot az Ethereum bányászgépek biztosítják. A hálózat használatával fizetünk tranzakciós díjakat, amiket a bányászok kapnak meg, és ez a fizetettségük a bányászoknak. Itt jelenleg 50 vagy több száz dollárba is kerülhet egyetlen egy tranzakciónak csak a költsége. Úgyhogy ezt nem éri meg kis pénzzel használni, csak nagyon sokkal. A második leggyakrabban használt jelenleg a Binance hálózat. Ez már jóval alacsonyabb díjakkal dolgozik, nagyon szeretik az emberek. Viszont már van nagyon sok más egyéb hálózat is, ilyen például a Solana, Avax, Avalanche és a többi. Rengeteg hálózat van. Megtanuljuk ezeket, hogy bírunk hálózatokon használni, mire kell nagyon odafigyelnünk. Először is, amire legelsőnek szükségünk van, egy kriptos pénztárcára. Feljövünk a crypto200iq.com-ra. Itt van a pénztárcák, amit a legtöbben is muszáj használni, a MetaMask. Jó, ez alapból egy Ethereum hálózatos pénztárca, de multi hálózatot is tud, rengeteg hálózatot hozzá lehet kapcsolni. Első dolgunk, hogy rányomunk a regisztrációs linkre, itt csak megbízható oldalról nyissátok meg ezeket a pénztárca letöltéseket. Itt megtalálhatjuk magát a pénztárcának a weboldalát. Itt le is tölthetjük. Látható a downloadnál, hogy hozzáadhatjuk böngészőhöz, iPhone-hoz vagy Android-hoz, mint alkalmazás. Én most hozzáadom a böngészőhöz, ugye kiválasztod a Chrome-ot, bármilyen böngésződön, azt kell rákattintani, és az Install MetaMask. Chrome, igaz. Nem Chrome-hoz adjuk most hozzá, de simán hozzáadja a böngészőhöz. Hozzáadás. Feldolgozás, bővítmény, hozzáadása. Első lépések. Ugye fel is jött egy ilyen kis ablak. Mi is az első lépésünk? Itt rákérdez, hogy már van-e MetaMask címed, ha egy meglévő címet szeretnél használni, akkor ezzel a menüponttal tudod, itt lehet megadni a biztonsági szavaidat. Ugye mi még nem rendelkezünk, mert kezdők vagyunk, létrehozunk egy pénztárcát. Rendben. Be kell írnod egy jelszót. Ez a jelszó, ez minden installálásnál újat kikér. Ha elfelejtenéd, akkor csak újra rakod és megváltozik. Úgyhogy ez semmi gond, ez belépéskor kell mindig majd megadnunk. Tetszés szerint adj meg neki egy jelszót, lehetőleg azért erős legyen. Itt megértettük használt feltételeket, létrehozás. Itt akár egy kis videót is megmutat, hogy hogy kell, mit kell, elmondom én. Nos, itt van egy visszaállítási szavak. Ez a te biztonsági kódod. Ha ide kattintasz, megjelenik itt 12 darab szó. Ezeket a szavakat soha senkinek nem adhatod ki, bárki kéri, nem mutathatod meg senkinek. Nagyon sok olyan kamu oldallal fogsz találkozni, ahol ja, gyere, ingyen token, add meg a 12 szódat, és megkapod a ingyen pénzt. Hát a ilyenekre nagyon oda kell figyelni. Ez a szóval, ez a 12 szóval tudod mindig újra rakni a meglévő pénztárcádat. Tehát ha ezen belül van
pénzed, és a többi. És egyszer letörlődik a gépedről, csak ezzel bírod helyreállítani. Ha ezt a 12 szót elhagyod és letörlődik, akkor elvesztetted azt a pénztárcádat, soha többé nem fogsz hozzájutni, és a benne lévő pénzedhez sem. Ezt a 12 szót mindig leírod egy kis papírra, nem tárolhatod telefonon, nem csinálhatsz képet telefonról, mert a telefonon ugye a sok alkalmazás alapból hozzáfér az adataidhoz, a fájljaidhoz, egyszerűen letöltik és már nézik is, aki tudja, hogy mi ez, már írja is és lopja el a kódodat, a tárcádat, a pénzedet. Én most csak a videó kedvéért mutatom meg, a videó végén én ezt a tárcát törölni fogom. Tehát ezt leírod kis papírra és elrakod olyan helyre, vagy többször is leírhatod két több helyre, de biztonságba kell lennie. Úgyhogy ha ezt fölírtuk, utána kér egy ellenőrzést, hogy ragd be sorrendbe a szavaidat. A sorba raktad, megerősítés, és kész. Innentől bent vagy a MetaMaskodban. Ez alapból mit is látunk? Jelenleg a fő hálózata az Ethereum hálózat. Itt találod, milyen hálózaton van. Fő Ethereum hálózat, ez az egy van jelenleg. Ide kattintva az egy adcontod van, ide több, ha van másik ilyen 12 szavas fiókod, ide még be tudod importálni a többit, hogy adcont 1, adcont 2, adcont 3, többit is kezelhetsz egyszerre. Amit itt tudni kell még, minden hálózatnak ugye van egy fő tokenje. Az Ethereum hálózatnak az Ethereum a fő tokenje. Minden tranzakciót ebből fog levonni, és ez szükséges hozzá, hogy legyen. Itt találhatunk még buy menüt, itt lehet vásárolni külön Ethereumot, viszont itt külön regisztrálnod kell majd ilyen feldolgozó oldalakra. Itt tudsz küldeni, és tudsz váltani is. Tehát, ha neked van Ethereumod, és szeretnél mondjuk USDT-t, Tether dollár, vagy akármi mást, ami az Ethereum hálózaton van, bejössz ide, kiválasztod, hogy mit szeretnél, Uniswap-ot, és akkor itt beírod mennyit, ezt lehetőleg a legkevesebbre rakjuk, és aztán tudsz, hogyha tudsz váltani. Mit láthatunk itt lentebb? Itt lentebb fogod látni a tokeneket. Jelenleg csak az Ethereum-ot írja ki, de egyszerűen hozzá lehet rakni többet. Az Activity-nél pedig a tranzakciókat fogod látni, de mindjárt megnézzük. Ha ezt itt bezárod, ugye itt lesz az kis ikonja. Ezt, ha itt megnyomod, itt van a kis gyors nézete. Ha ezt ki szeretnéd nagyítani, itt találod a nézet nagyítását. Ami még a legfontosabb, minden MetaMask-nak, MetaMask akkonnak van egy saját címe. Ez olyan, mint a bankszámla számod lenne, ide lehet utalni neked bármit. És azt itt találhatod az akkon név alatt, itt van egy sor, ezt megnyomod, hogy copy. Ugye az elejét és a végét mutatja csak, mert amúgy egy nagyon hosszú szöveg. Ebből áll. Ez a mostani MetaMask címünk, ezt fogjuk most használni, hogyha ide beszeretnék bármit küldeni. Akkor hogyan adunk hozzá másik hálózatot? Ha hozzá szeretném adni a Binance hálózatát, akkor oda megyek a keresőbe, beírom, hogy Binance-t a MetaMask, és itt a Google kereső ki fogja nekünk adni az adatokat, hogy hogyan tudjuk belerakni az adott hálózatot. Nagyon egyszerű, itt képpel is illusztrálja.
ugye ide jövünk a MetaMask-hoz, a hálózatra rákapcsolunk, hozzáadunk. Itt tudunk új hálózatot hozzáadni, ugye kikeressük az adatokat, itt van a MyNet, Network Name, kimásoljuk, ide jövünk, beillesszük. A második RPC URL, kimásoljuk, beleillesszük. Chinese ID, kiválasszuk, beillesszük. A lánc azonosító. Szimból, kimásoljuk, beillesszük. És az Explorer, kiválasszuk, beillesszük. És a mentés gombbal láthatjuk, hogy átváltotta nekünk Smart Chain-re. Ez a Binance Smart Chain. Most már a BSC BEP20-as hálózaton vagyunk. Itt ugye nem Ethereum a fő token, hanem a BNB. Bármit csinálunk, BNB szükséges hozzá, ha küldünk, ha egy akármit cserélünk, token cserélünk, tokent vásárolunk, mindig BNB-re lesz szükségünk. Ugye még az Ethereumnál azt kell tudni, minden hálózatnak van egy úgynevezett scan oldala. Beírjuk mondjuk, hogy Etherscan, ki fogja adni az Etherscan IO-t. Itt mit tudunk csinálni? Mint a kriptózásban minden a blockchain-en van. Bármit csinálsz, az látszik. Az örökké ott marad. Ha bejövünk a MetaMask-ra, kimásoljuk a címedet, címünket, és ide beillesszük, beillesztés, rákeresünk, és itt láthatjuk a blockchain adatokból, hogy nekünk most jelenleg 0 Ethereum-unk van, az 0 dollár, de minden tranzakciót, tokeneket, mindent itt külön meg tudunk nézni. És nem csak tiédet, ha tudsz valakinek egy címét, beírod, meg tudod nézni másnak, mennyi pénze van, stb. Jó? Akkor ugye itt is ugyanúgy működik, mint az Ethereum-nál, annyi, hogy vásárlás itt nem engedélyezett, küldeni ugyanúgy tudsz, címed az ugyanaz, tehát ez a cím, ez maga a MetaMask címe, bármilyen tokennél itt a váltó a tőzsdékkel ellentétben, itt a címed minden MetaMask akkonnak ugyanaz. Bármilyen tokent küldesz bármilyen hálózaton, ezt kell megadni. Arra kell figyelni, hogy meglegyen a hálózat, hogy biztosan tudd, hogy jó hálózaton vagy. És meg fogod kapni a tokent. Ha felraktuk ugye a Smart Chain-t, ennek is van egy külön szkennje. Ezt úgy tudod megnézni, hogy BSC scan. És itt is van a BSC scan. Itt is ugyanazzal a módszerrel, csak ez már nem a Ethereum hálózatot nézi, beilleszted a MetaMask-ból kimásolod a címedet, beilleszted, keresés, és itt már a BSC 20, ugye az a Binance Smart Chain. Itt láthatod, hogy 0 BNB-nk van jelenleg, 0 értékben, és itt tudod követni a tranzakciókat, mikor, hova küldtél, ha lenne most, de ez még egy ugye vadonatúj cím. Akkor, amit még szeretnék megnézni, mondjuk az Avalanche hálózat. Én szeretném az Avalanche hálózatot berakni. Akkor ugyanazzal a módszerrel, ha megnyitod a Google-t, írod, hogy Avalanche to MetaMask, és ahogy eddig itt is akár videóval is megnézheted, hogy hogy kell berakni az Avalanche-ot a MetaMask-ba.
akkor adjuk hozzá ezt a hálózatot is. Ugye, hálózat neve, Avalanche Network. Másolás. Beillesztés. RPC cím. Másolás. Beillesztés. Join ID. Másolás. Beillesztés. Szimból. AVAX. Beillesszük. Ez pedig ugye az Explorer, maga a scan. Beillesszük. Mentés. És hogy itt láthatjuk, ez már az Avalanche Network. Itt is a tokenje. Tokenje ugye az AVAX. Itt is tudunk küldeni, swapolni nem, de küldeni tudunk. Most pár alapfogalmat még megtudunk, ugye. Van a centralizált váltók, ezek a tőzsdék. A centralizált az azt jelenti, hogy ezek egy nagy cégek, tulajdonosuk van, egy cég vállalatára a háta mögött, és ők profitálnak ebből. És vannak a decentralizált váltók, amik elvileg a közösség tartja fenn, a működését nincs fölötte vállalat, elméletben, de mindig van egy programozói csapat mögötte. Ha ide jössz a CoinGecko-ra az exchange-eknél, azt megnyomod, van a spot, ezek ugye a tőzsdék, és van a DEX-ek, ezek pedig a decentralizált tőzsdék. Itt például majd meg kell nézned, hogy melyik hálózaton van. Nagyon egyszerű, például az első helyen van az Uniswap, rákattintasz, rányomsz, hogy start, akkor be fogja neked tölteni. Ez egy ilyen, itt tudsz vásárolni decentralizált módon kriptovalutákat. Itt arra kell figyelni, hogy pénztárcát hozzá kell csatlakoztatnunk, ezért kell a MetaMask használata. Mivel ugye itt láthatjuk, hogy Ethereum hálózat, ugye ez az Ethereumnak a hálózata, és itt kér is, amire oda kell figyelned mindig, itt ez nagyon fontos, akkor hozzá csatlakoztatod valamihez, itt kéri is, hogy csatlakozik Uniswaphoz. De ez egy megbízható oldal, igen. Itt ki fog írni, hogy mit engedélyezel. Na, erre kell nagyon odafigyelni, ha ezt írja csak, hogy a címedet akarja hozzárakni, az oké. Okay. Ha itt több szöveget látsz, esetleg azt látod, hogy automatikus withdraw, magyarul engedélyt akar kérni, hogy automatikusan kibírják küldeni a pénzedet, akkor azt soha nem szabad elfogadni, mert ebben az esetben el fogod veszíteni a pénzed. Kamu és csaló oldal szokott megcsinálni. Például előfordulhat, hogy megcsinálják ugyanennek az Uniswap-nak a másolatát, de véletlen nem figyelsz és tök máshonnan kattintasz rá, vagy Google-be kattintasz rá. Ilyen tőzsdékre nem szabad Google-ba rá kattintani. Mert ha egy ilyen kamu oldalt rak fel, el fogják lopni a pénzedet belőle, ha rosszul csatlakozol egy kamu oldalhoz. Oké, okay, itt csak annyit ír, hogy a adresszed, a címedet hozzá csatlakoztatjuk. Rendben, hozzá kapcsoltuk. Itt kiírja a címedet, hogy hozzá van kapcsolva a MetaMask. Innentől, ha van Ethereumod, akkor nagyon egyszerű, át tudod cserélni tök más coinokra, USD-re, vagy amire akarod. Viszont itt is arra kell figyelni, hogy Ethereumnak lenni kell a tárcádban. Még ha tök másod van, mást akarsz cserélni, akkor is kell lenni Ethereumnak a tárcádban, mivel ha minden költség az Ethereum hálózatán, Ethereumot fog levonni. Ha nincs Ethereumod, akkor se nem tudod átcserélni őket, se nem tudod elküldeni másnak, hanem ott van az a pénztárcádban, és nem tudsz csinálni vele semmit, ameddig nem küldesz be Ethereumot. Akkor nézzünk meg másikat.
Exchange, DEXek, PancakeSwap. Rákattintunk, ugye a CoinGecko egy megbízható oldal, ha itt keresel DEXeket, coinokat, weboldalakat, itt mindig a jót fogja bedobni. Na itt konnektálni szeretne. MetaMask. Ugye itt is annyit ír, hogy a csatlakozni akarunk a de adszont egyel, igen, csak a címedet, adreszt fogja hozzákötni, igen, és kiírja, hogy nem jó networkön vagy, ugye Ethereum vagyunk, mert ez Smart Chain Network. Felajánlja, hogy átváltsuk, igen. Ugye itt már át is váltotta nekünk a Smart Chain, a BEP20 BRC networkre, aminek a fő coinja a BNB. Na itt például ezen a BEP20-as hálózaton tudunk, hogy idejövünk az exchange-re, itt tudunk cserélni ugyanúgy BNB-t akármire, de USD-re, vagy fordítva, vagy akármit tudunk cserélni, amit csak kedved van. Viszont itten, mivel BSC, BEP20 BSC hálózaton vagyunk, ugye a fő coinunk a BNB, BNB-nek kell lennie, hogy végbe menjen a tranzakció. Még ha nem is BNB cserélsz, USDT-t akarsz BTCB-re cserélni, akkor is kell lenni BNB-nek. Ha küldeni akarsz bármit, akkor is kell lenni a tárcádban BNB-nek. Ez egy olcsóbb hálózat, itt ilyen pár 20-30 fél dollárok szoktak lenni a költségek az Ethereumhoz képest, ott meg 50-100 dollár is lehet egy tranzakciós, csak a költség. Nézzük még meg másikat. Ugye itt van a Trader Joe, ez is egy decentralizált váltó. Itt látható, hogy ez Avalanche hálózat. Itt akár már át is kattinthatunk. AVAX, ugye az AVAX az Avalanche hálózat, ki is írja. Hozzá kapcsoljuk MetaMask, feldobja, hogy az egyes adconttal szeretnénk. Igen, kiírja, hogy csak a adreszt fogja hozzá kapcsolni. Rendben, connecting, hozzá kapcsolódott. És a trade gomb mellett itt is tudunk ugyanúgy váltani. Itt a fő tokenünk az AVAX hálózaton az AVAX. Itt is ugyanúgy, mint a többinél, ha szeretnél ezen a hálózatot használni, szeretnéd ezt a hálózatot használni, AVAX-nak kell lennie itt, a MetaMaskodban, mert abból vonja le majd a költségeket, és csak úgy tudsz itt bármi mást cserélgetni, hogyha van a tárcádban AVAX. Érdemes mindig minden hálózatra azt a tokent küldeni, ami a fő tokenje, és akkor biztos nem lesz belőle kavarodás, hogy más küldesz, de nem bírod átváltani, mert nincsen költségekre a saját hálózatnak a tokenjéből. Jó, akkor nézzünk meg még egyet. Van a PokiSwap. Ha ide feljövünk, ugye ebből még nem látjuk, konnektáljuk MetaMask. Itt is azt kérdezi, hogy szeretném hozzá csatlakoztatni? Igen. Csak a címet? Rendben. Viszont itt, amit láthatunk, kiírja, hogy rossz hálózat, szeretnéd hozzáadni a MetaMaskodhoz a Phantom Opera hálózatot? Itt rákérdez. Ez a másik módja, hogy egy hálózatot beilleszünk a MetaMaskba. Hogyha a saját a váltójára megyünk annak a hálózatnak, ha már így tudod, melyik az, és akkor már automatikusan bele fogja nekünk rakni a MetaMaskunkba. Rendben, szeretném, hogy hozzáraknád. Szeretnéd is ráváltani? Igen, szeretném. És hozzá kapcsolódott. Nézzük meg, mi történt a MetaMaskba. Hopp, megjelent egy új hálózat. Phantom Opera. Így a legegyszerűbb berakni, csak itt tudnod kell, hogy melyik váltó a fő hálózat, ami erre képes. És így FTM,
a fő tokenje a Phantom hálózatnak. Ezt ha megnézzük a CoinGecko-n, itt találhatod a Phantom nevű coint, az FTM a coinja. Ez is ugyanúgy működik, mint a többi, mint minden. Itt van a swap, itt tudsz ugyanúgy váltani bármi másra, bármilyen coinra, amelyik tetszik, viszont hogy működjön, lennie kell FTM-nek, azaz Phantom tokennek a tárcába, mert itt az FTM-ből fogja levonni a költségeket. Ez minden hálózaton így működik. Akkor most nézzünk is példát. Ki fogjuk próbálni a Phantom hálózatot és az Avalanche hálózatot. Ugye első dolgunk, hogy bejuttassunk a Phantom címünkre, ugye a Phantom hálózatunkra FTM-et, és szeretnénk az Avalanche hálózatunkra AVAX-ot, de ugyanúgy tudunk Ethereum hálózatunkra ETH-t, vagy Smart Chain hálózatunkra BNB-t, megjegyzem, még van rengeteg hálózat. Először is be kell mennünk az egyik tőzsdénkre, ahol be vagyunk regisztrálva. Ugye nekem van itt egy kis USDT-m. Ezt átváltjuk Phantomra és AVAX-ra, ugye a két hálózatnak a tokenjére. Az egyik az az FTM. Ezeket úgy bírod még megnézni, ugye megkeresed az FTM-et, rákattintasz, itt ugye maga a token, hol lehet vásárolni, ahogy itt lentebb görgetsz, itt felsorolja a helyeket, ahol tudsz vásárolni. Nekünk ugye van Binance tőzsdénk, bejössz a Binance akkontodra, és már is tudsz, beírod a keresőbe, ugye a trade-nél, ahogy tanultuk, az FTM token, ugye FTM a rövidített neve, FTM USDT-nk van, rákattintunk, vásárolunk mondjuk 50%-ért, azonnal vásárolunk 50% búj, és már meg is vettem. Fiat and spot. És már itt is az FTM 82 dollárért van még. Veszünk AVAX-ot is. Megkeresjük a másik hálózatunknak a tokenjét. Itt van AVAX a rövid neve. Hol lehet vásárolni? Itt is lehet Binance-en. Ide jövünk. Megkeresjük AVAX, AVAX USDT. És már is veszünk az összes 80 dollári, megvettük. Akkor kimegyünk a Fiat and Spotra, és ki kell küldenünk a tárcánkba. Most itt ugye, hogy tanultuk, a két hálózatnak egyeznie kell, csak úgy küldheted el. Itt meg főleg fontos ezt figyelembe vennünk. Tehát elsőnek küldjük ki a Phantomot, megnyomjuk a withdraw gombot, ugye itt ki bírjuk kiválasztani, hogy Phantom Coint szeretnénk a Phantom táncánkba rakni, ezt átváltsuk Phantomra. Látszik, hogy Phantom. Ugye itt ki tudjuk választani a Phantom Network-öt. Ez a kis piros szöveg annyit jelent, hogy túlterhelt, nem baj. A címnek, ugye mindig itt van a címed, kimásolsz, beilleszted, újra kérdezi. Igen, Phantom. Maximum. És elsőnek még arra is figyelj oda, hogy egy minimális összeggel próbáld ki, amíg kezdő vagy, hogy biztosan belemegy, biztos jól csinálsz-e mindent. Itt vagy a tranzakciós költség 001, ha le akarod ellenőrizni, hogy ez mennyi, ide jössz, beilleszted,
az 2 centbe kerül a költség, kiküldési költség, alacsony. És withdraw. Continue. Ha beírtad a kódokat, küldés, sikeres küldés. Jó. Akkor ez egy kis időbe fog, mire átmegy, addig kiküldjük az AVAX-onkat is az AVAX hálózatunkra. Ugye itt átváltjuk AVAX, Avalanche Network AVAX-ot szeretnénk kiküldeni, tudjuk használni. Itt is a következőt kell tennünk, az Avalanche-nál withdraw, kiválasztjuk az izét, az Avalanche Coint, ugye kéri a címet, megvan az avalancsunk, a címünk ismét ugyanez. Érdekes, hogy ugyanaz volt a címünk, itt is, meg a Phantomnál is, de mégis más hálózaton van a kettő. Itt pedig, amire oda kell figyelni, hogy van AVAX C-chain, meg sima AVAX. Az AVAX-nak az a speciális beállítása, hogy a MetaMask-ot használva mindig az AVAX C-chain-t kell választanunk. Erre oda kell figyelned. Tehát AVAX C-chain a MetaMask AVAX hálózat. Jó, ugye AVAX-on vagyunk, AVAX C-chain, a MetaMask-os AVAX hálózat. Ezért kell mindig először kis összeggel, mert ha van valami kis apróság, ami eltér a többinél, akkor kiderül, hogy baj van, vagy nincs baj. Maximum, ugye itt is 0,01 AVAX a költség, amit megnézzünk, hogy vajon mennyi. Kiválasztod itt CoinGecko-n az AVAX, beilleszted, bing. Hát itt 1,1 dollár kiküldés költség rendben. Ha beírtad complete, jó, innentől pedig megvárjuk, amíg beérkeznek a tokenek a MetaMaskunkba. Ameddig a küldés nem fejeződik be, megmutatom, hogy a MetaMaskban hogy lehet tokeneket hozzárendelni. Kétféleképpen tudjuk ezt megtenni. Például kijövünk itt a CoinGecko-ra. Ha szeretnénk ezt a Tether USDT-t berakni, hogy lássuk, hány darabunk van a MetaMaskunkba. Visszajövök elsőnek Ethereumra. Rákattintasz, ugye minden tokennek van egy saját rendszáma, egy ilyen címe, minden hálózaton, amelyiken szerepel. Tehát itt látjuk, hogy ez Ethereum hálózatos címe. Ha hozzá szeretnéd adni, kétféleképpen lehet. Legegyszerűbb módja, ha megnyomod ezt a kis fejet, ez automatikusan hozzáadja MetaMaskhoz. Bum, megnyomtuk. Hopp, és itt is van. Szeretnénk másik lánchoz hozzáadni. Ha egy tokennél látsz ilyen pontokat, akkor itt láthatod, hogy melyik hálózatokon mik a címei. Másképpen úgy tudod hozzáadni, hogy magát a rendszámát kimásolod, copy, visszajössz MetaMask-ba, import token, magát ezt a rendszámot beilleszted, és itt már automatikusan is hozzá is adja a hálózathoz. Így lehet berakni, most ha váltunk, az AVAX-on USDT-t, akkor látszani fog, mert nem minden esetben mutatja itt ki, ameddig be nem rakod a kívánt tokent. Van a kék token, ez például itt láthatod, ez a Binance-nak a tokenje. Itt is átváltunk a Smart Chain, ugye a Smart Chain nekünk a BSC bepúsz, az a Binance. Egyszerűen hozzáadjuk, token hozzáadása, és ha legközelebb ott vásárolunk ilyen tokent, itt is látni fogjuk, ha ki akarunk törölni egy tokent, rákattintunk, kis pöttyök, hide, igen, és így is ki is tudunk törölni.
belemegyünk itt az avaxunkba, már láthatjuk, hogy megérkezett az avaxunk 076. Ugye avax hálózatán a Trader Joe a decentralizált váltója. Ugye avax networkön vagyunk, hozzá vagyunk kapcsolódva. Itt láthatjuk, már fel is ismerte nekünk, hogy van 076 avaxunk. Ha itt kiválasszuk, amit vásárolni szeretnénk, én most USDT-t szeretnék, ez az USDT.E, az avaxos USDT. Ha rányomsz a maxra, kiírja, hogy 84 dollár. Ő itt már nem, ahogy láthatod, nem engedi a maxot automatikusan, mert maradnia kell avax tokenetnek, hogy utána tovább bírd váltani, vagy tovább küldeni. Mindig hagyni kell egy pár dollárnyit. Mi akkor váltsunk egy kis USDT-t, mondjuk szeretnék 50 USDT-ért váltani, megnyomom a swap-ot, rendben, itt kiírja az adatokat, ha elsőnek csinálod, érdemes megnézni, hogy mennyi a fee. Itt láthatod mindig a költséget, hogy mennyit fog levonni tranzakciós költségnek. Ugye belejössz a CoinGecko-ba, megkeresed az Avalanche-t, beilleszted. 69 cent költséget fog levonni. Visszamegyünk. Rendben. Megerősít. Láthatjuk, hogy mennyi költséget von le egy ilyen tranzakció. Kész. És megtörtént a csere. Itt bírod követni, ugye, amit írtunk, hogy a tranzakció megtörtént. Bejövünk a MetaMaskunkba. Az asset, már ki is így, itt láthatod, hogy már is van 50 USD-nk, és a maradék avaxunk. Itt az activity-be pedig láthatod, hogy volt egy ilyen tranzakciónk. Tehát úgy kb. Ennyi lenne. Visszaváltás. Az ugyanígy működik. Avaxot lehet, vagy ezt tovább válthatod. Bármire. Ha ezt váltod, ugye ilyenkor is avaxból fogja levonni a költséget. De most jelenleg van bőven avaxunk. Ugye egy avalancs. Az értéke 114 dollár. Azért van nekünk ilyen 0,31. Megnézzük, megérkezette a másik, igen, a Phantomon is megérkezett a tokenjeink, vagyis a coinjaink. Akkor átmegyünk ide. Ugye ez a Phantomnak a váltója. Nézzük, Phantomon vagyunk, hozzá vagyunk csatlakozva. És itt föl is ismerte, hogy a FTM-ünk 38. Ugye itt egy Phantom. 2,12 dollárt ér, és itt is szeretnénk USDT-t használni, váltani, és mondjuk kiválaszthatod csak 50%-ot, vagy maximumot, ugye itt sem engedi teljesen a maximumot, egyet hagy, ez egy nagyon jó dolog, hogy nehogy véletlen átvásd az egészet, és akkor utána meg megáll az élet, mert nem marad tovább küldened, vagy visszaváltani valamire, ugye Phantom token, mert a Phantom hálózaton az FTM token a fő token, és minden díjat FTM-be kell fizetnünk. Viszont én most csak mondjuk 40 USDT-t szeretnék, mondjuk a swapot, ilyen mókáson mutatja. Itt is kiírja, hogy a költség az ennyi.
bejövünk ide, Coin Gecko Phantom, és itt leellenőrizzük mindig a költséget, hogyha még nem tudod, hogy kb. Melyik hálózat mennyi, és ez 7 centbe kerül csak, ez egy nagyon olcsó hálózat. Visszajövünk, és azt mondjuk rendben. Itt láthatjuk, hogy folyamatban van, és meg is történt. Rendben. Visszamegyünk a pénztárcánkhoz. Asset. Ugye itt nem látjuk a tokent. Hogy rakjuk be? Itt láthatod, ha rájössz ide a listához, add a wallet, megnyomod, token hozzáadása. Újra visszajövünk, és már itt is van a jele, és hogy 40 USD-nk van. Tehát ez ilyen egyszerű, tehát ennyit így bírsz vásárolni, ha vissza szeretnéd küldeni a tárcádba. Ugye visszaküldésre mire figyelünk? Ugye ha valamit vissza szeretnénk küldeni, akkor mire figyelünk? Ugye ott most van a pénztárcánkban, mondja, Phantomon, meg Avalanche-on is USDT-nk. Ha én azt szeretném ide beküldeni, deposit, kiválasztok az USDT-t, nézzük meg a hálózatokat. Hát egyik sincs. Itt tudunk Binance Smart Chain-on, Bepuson, Ethereum-on tudnánk küldeni USDT-t, Solana-n vagy TRX-et. Tehát Metamaskból ezeken a hálózatokon nem tudunk beküldeni USDT-t. Itt most kérsz valamelyik címét, mondjuk egy ilyet, és ezt bemásolod. És ez erre küldöd rá, a BEP20-as BEP Binance Chain-re küldöd, mondjuk AVAX-ról, engedi elküldeni, engedni, elküldeni, viszont soha nem érkezne meg, úgyhogy buknád a pénzed. Úgyhogy arra kell figyelned mindig, Avalanche hálózat, itt is Avalanche hálózatnak kell lennie. Ha vissza akarod küldeni a váltókra az itteni pénzedet, akkor nagyon egyszerű, fogod az itteni USDT-det, visszaváltjuk maximum. Elsőnek nagyon sokszor először ezt az apróvét kell megnyomnunk. Ha ilyennel találkozol, hogy apróve felirat, akkor ezt először rá kell mennünk, hogy megerősítjük, ezzel engedélyezzük a műveletet. Ha ez megtörtént, utána bírjuk átváltani. Ilyenkor még nem váltódott át, csak engedélyeztük, és még egy tranzakcióval bírjuk átváltani. Rendben. Metamaskba figyelhetjük a folyamatot. Itt látszik, hogy folyamatban van a váltás. Oké, átváltottuk. Ha itt megnézzük, újra megvan nálunk az összes AVAX. Ugyanígy vissza tudjuk váltani, vagy bármit csinálhatunk, ugyanígy visszaváltom USDT-t Phantomra, főleg ha először átváltom Phantomra. Itt is ugyanúgy először engedélyezzük a műveletet. Rendben, kiírta, hogy engedélyezve, és utána a swap gomb megnyomásával váltja át. Rendben. Ugye itt az FTM-nél is, hogy küldjük vissza Binance-ra? Kiválasztod FTM, Bin, Network. Láthatjuk az FTM Phantom Network-öt. Mivel Phantom Network mind a kettő egyezik, így tudjuk elküldeni magunknak, újra beküldeni a váltóra. Itt most kimásolhatjuk a
címünket, mert egyezik a két hálózat. Visszajövünk ide, rámész a kiválasztott tokenre, küldés, beilleszted a címedet, hogy mennyit szeretnél elküldeni, beküldöm az egészet, illetve hagyok egy minimálisat. Érdemes mindig egy kis minimális összeget hagyni a hálózaton, hogyha később szeretnél valamit csinálni, mindig legyen rajta küldés. Megerősít. Itt is tranzakciós díja volt, az minimális. És be is küldtük. Itt meg kell várnunk, hogy a Binance feldolgozza, és meg fog érkezni. Még egy tárcát meg szeretnék nektek mutatni, akkor még meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok olyan hálózat van, aminek külön saját pénztárcájával van. Ilyen például a Phantom Wallet, ez a Solana-nak a pénztárcája, vagy amit ugye itt találhattok, Solana, Sola fő coin, akkor a Tron hálózatnak a pénztárcája a Trollink Pro. Ezt valahol itt találhatjátok, itt a Tron hálózat, TRX a fő coinja. Még ezt felrakom. Itt tudtok kóddal is regisztrálni. Megnyomod download walletet. Itt láthatod, hogy milyen telefonokra tudod rárakni, Android, iOS, Huawei, vagy browser. Hozzáadjuk a Chrome-hoz, vagyis a böngészőnkhöz. Ja. Megnyitjuk. Itt is olyan úgy működik, mint a többinél. Először kér egy kódot, amivel be tudsz lépni. Ezt a kódot, ha elfelejteni, vagy valami letörlöd a tárcát és újra rakod, akkor újra megadhatsz egy újat. Itt is ugye csinálhatsz vadi újat, vagy visszaállíthatod a 12 szóból, mi nekünk most egyelőre csinálunk egy vadi újat. Itt adhatunk neki egy nevet. Continue. És itt is megvannak a szavak. Ezeket is le kell írnod ugyanúgy papírra, senkinek nem adhatod oda, nem lehet, ne tartsd ott, ahol más hozzáfér, ahol más látja. Én csak azért mutatom itt meg, mert a videó vége után ezt a pénztárcát törlöm. Ha felírtad a kódokat, continue. Itt most neked sorba kell raknod. Ugye ennek a Tron hálózatnak a fő coinja, a TRX. Itt láthatjuk. TRX. Erről azt kell még tudni, ha ezt a hálózatot szeretnéd használni ezzel a pénztárcával, itt van egy ilyen badge. Ennek az értéke, ez növekszik naponta, egy nap alatt feltöltődik, csak akkor tudod használni, hogyha ez a csíkod itt fel van töltődve. Hogyha ez elfogy, akkor nem tudod használni. Ez úgy tudnád növelni, hogyha lesz stékelsz TRX-et. Senki nem használja úgy, nagyon nem is használjuk, de előfordul. Ezt jól tudod, hogy erre is oda kell figyelned, hogy itt ennek az értéke fel kell, hogy töltődjön, mert ha elfogy, akkor hiába küldenél, vagy csinálnál bármit rajta, nem fog működni. Amúgy itt a swapja, itt tudod megnyomni, és itt tudsz váltani ennek a TRX-nek bármi másra, ugyanúgy kelleni TRX költségek megtérítésére a walletodba. Nem túl bonyolult ez sem. Ugye tokeneket hozzáadni, megnyomod,
hozzá tudsz adni, vagy keresni. Ugyanúgy a tokenek kontrakt címét hozzáadod, vagy kiválasztod a listából, ezt hozzáadjuk, hozzáadva, kész, és itt is van. Ugyanúgy működik, ahogy a többi pénztárca. Még egy kicsit visszatérnék ide a pénztárcákra. Egyes hálózatokon nem csak úgy tudsz váltani, hogy váltókon, hanem ha nem tudod, hogy hol szerezd meg a tokenedet, meg hogy hol, legegyszerűbb megnyomni itt a swapot, és például itt a BSC Web20-as hálózatán tudsz váltani egyből MetaMask-on keresztül is, ki tudod választani, mit akarsz, miből, és ez így egyszerű, viszont ilyenkor a MetaMask is felszámít némi költséget magának, hogyha ezt a gyors váltást igényled, használod. És időközben meg is érkezett a fantomunk, visszaérkezett ugye a váltónkra. Megnézzük a fantom operát, ugye itt meg maradt egy kevés, hagytunk, hogyha bármi kell, akkor itt tudjuk használni. Egy fontos dolgot meg szeretnék mutatni, hogy miért is kell elsőnek kis összeggel megpróbálnod. Ha megnézzük a CoinGecko-n, van egy hálózat, aminek a főváltója a Viper. Hozzá kapcsoljuk MetaMask. Ugye igen, engedélyezzük az egyes accountot, csak a címünket, ugye igen. És itt hozzá tudod rakni a Harmony Mindet-et. Ugye így belerakjuk a Harmony Mindet-et, a Harmony hálózatot, ha megnézzük, plusz egy hálózatunk lett ez a Harmony Mindet. Ez most kezd egyre fölkapottabb lenni, viszont itt mire kell odafigyelni? Megnézzük a Harmony Mindet-nek a fő tokenje, az One. One. Megkeressük a Harmonyt. Itt is van, Harmony One. 0,2 cent. Egy coinja. Elérhető Binance-en. Szeretnénk ide utalni. Ugye ez is a váltó. Ugye hozzá vagyunk csatlakoztatva. Viszont amit tudni kell, ha szeretnénk ide beutalni magunknak. Ide jövünk a Binance-re, de kiválasztjuk az One. Itt, ha kiválasztod az One Harmony Network-öt, ugye nagyon picike a tranzakciós költség, azt láthatod, de figyelned kell, ugye Harmony Network-ön vagyunk, fogjuk a címünket és beillesszük. Újra kiválasztod. És nem is engedi. Ho-ho, hát mi lehet a probléma? A Harmony-nál nem a sima címünket kell megadnunk. Erre oda kell figyelni, ennél az egynél tudtommal van ilyen. Ezért próbáld mindig kicsi összeggel. Binance tőzsdét azért jó használni, mert itt ha van valami hiba, az kiírja. A másik tőzsdéknél simán engedné, hogy kiküld, és így elveszíted a pénzed. De akkor hol is van a címünk? Ugye minden hálózatnak van külön szkenje, és beírjuk a Harmony szkent. Itt van a Harmony Explorer, ugye blockchain-t keresztül itt megnézhetjük a pénztárcánkat. Itt ennek az a különlegesség ennek Harmony Networknek, hogy megfogjuk az itteni pénztárcánk címét, beillesszük a keresőbe, és itt láthatjuk a Harmony címünket. Ilyenkor sajnos ezt, hogyha sűrű használod a Harmonyt, akkor ezt érdemes kimásolnod valahova, mert ez a MetaMask-nak a címét átkonvertálja, hogy működjön
az ő harmony hálózatán, és ezt csak úgy tudod megtudni, hogy mi a harmony címed ebbe a harmony scanbe, harmonynak az explorerjába beilleszted a MetaMask címedet, és kiadja a harmony címedet. Itt ugyanúgy, ha vannak tokenek a harmony címeden, akkor meg tudod nézni, és ha ide utalsz erre a címre, beillesszük, és ezt már engedélyezi. Ha erre a címre küldöd, akkor meg fogod kapni a tokeneket, vagyis a coinokat. Jó, ez az egy ilyen hálózat, amiről itt tudok, későbbiekben még lehet lesz, ezért mindig kicsi összeggel próbál ki, hogyha kezdő vagy a hálózatokat. Ugye mi történik akkor, ha letörlőd a gépedet, újra elvajod a telefonodat, akármi, és újra kell eltűnik a metamaszkod, és újra kell rakni. Most eltávolítom, eltávolítás megvolt. Nézzük meg, ugye volt rajta pénz, meg tokenek, coinok. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor újra megnyomod felrakást, ide jössz a crypto200iq.com-ra, download, install MetaMask, hozzáadás, bővítmény hozzáadása. Hopp, újra ott van. Ugye első lépések ismét. Na itt ugye, mivel nekünk már van egy MetaMask címünk, akkor itt tudsz egy vadi újat csinálni, ha kellene még egy, vagy nem, köszönjük, nem csinálunk újat, már van, beszeretnénk importálni. Ugye itt felhívja a figyelmedet a szokásos dolgokra, és itt van az, hogy a pénztárcát helyreállításához add meg a 12 szót, amit ugye elsőnek lementettél papírra, és szigorúan titkos helyre raktál, ahol nem fér hozzá senki. Én most csak ide bemásoltam, mivel a videó után törlöm. Hogyha nem törölném, ugye ezzel bárki hozzáférne, úgyhogy törölni fogom. Beírod, simán, kisbetűvel, egy space szó közzel a szavak között, ezt meg is tudod itt nézni, papírról szépen beírod, és újra megadsz egy ilyen belépéshez szükséges kódot, ez minden újra rakásnál az lehet, amit csak akarsz, elfogadjuk a feltételeket, bum, kész. Ugye újra raktuk a hálózatot, újra raktuk a pénztárcánkat, de hú, hol vannak a hálózatok és hol a tokenünk? Nem kell megijedni, a blockchainen minden rajta van, és azt nem lehet eltávolítani. Ugye, ha megvan ez a 12 szód, akkor meg lesz minden. Ugye, akkor oda menjünk CoinGecko-ra, Dexek. Újra be kell adnunk a hálózatokat, amit szeretnénk. Ugye egyszer voltunk a Trader John, most csak azt rakom be, amin van is nekünk valamink. Ha már tudod, hogy ez a váltója az Avalanche-nak, egyszerűen hozzá konnektáltatod, ahogy tanultuk, rendben, csak az adresszet, persze. Itt ezzel a gomb megnyomásával hozzáadja automatikusan a hálózatot. És át is váltsa. Bejövünk ide, hopp, itt az Avalax, és újra láthatjuk az Avax pénzünket, az Avax coinunkat. Akkor ugye, ezeket már bezárhatom, volt még valamennyi a PokiSwap-on. Ide jövünk. Hopp, már föl is ugrott, hogy szeretné egyből hozzákapcsolni a címét. Igen, szeretnénk, csak a címet szeretnénk hozzá kapcsolni. És már automatikusan küldi is, hogy akkor beilleszti a hálózatot. Köszönjük szépen! És már itt is van, és láthatjuk, hogy újra megjelentek a tokenjeink.
mint az Avaxon, mint a Phantomon. Úgyhogy ez ilyen egyszerű. Ezért kell a szavakat mindig biztonságosan tartani, mert ha azt a 12 szót bárki megszerzi, akkor bárki hozzáférhet a pénztárcádhoz. Még arra kell figyelned, hogy nagyon sokan azt a hibát elkövetik, hogy olyan helyen használják a MetaMaskot, ahol nem volna szabad, például nyilvános wifi-ken tilos használni MetaMaskot, illetve munkahelyi gépeken felrakni, megint tilos, ott a rendszergazda akár nézheti a monitorodat, hozzáférhet az adataidhoz, bármit csinálhatnak vele, más is hozzáférhet, bárki bármit felrakhat a gépedre, akkor mivel lenézik a kódjaidat, és már elég, hogyha ottan belépnek, és elküldik a pénzedet, már bukod is. Illetve a 12 szódat is kibírják nézni, hogyha ügyesek. Úgyhogy biztonságra nagyon figyelj. És vírusírtó, elengedhetetlen, én az Avaxot, az Avastot ajánlom. És ugye a vírusírtót nem szervizbe rakassuk fel, hanem neked kell felrakni, vagy egy nagyon közeli családtagodnak. Semmiképpen sem szervizben. Ha ezeket betartod, akkor nem lesz baj. Rendben, nézzük meg telefonon, hogy hogyan kell használni ezeket a tárcákat, és mire kell figyelni. Úgy mindenképpen a Pay áruházból letöltheted, illetve crypto200iq.com oldalán is megtalálhatod ezeket, ha telefonnal nyitod meg. Ugye itt kiválaszthatod, hogy melyiket szeretnéd, milyen telefonra. De akár itt is egyszerűen beírhatod. És egyszerűen telepítheted az alkalmazást. Nem csak ezt, hanem mindegyik mobiltárcát, amelyiket éppen használni akarod. Ha már felraktuk, nyissuk meg a MetaMaskot. Mobilon beállíthatod az új lenyomat engedélyezést. És ugye itt is ugyanúgy működik, ahogy a számítógépen, itt fölül kiválaszthatod a hálózatokat. Külön berakhatod Avalanche, Phantom. Ugyanúgy működik annyi, hogy a hálózatot úgy tudsz hozzáadni, hogy itt megnyomod a menüt, Settings, Network, és itt új network hozzáadásánál beírhatod ugyanúgy az értékeket, illetve ha rákapcsolódsz egy váltóra, akkor ugye annak a automatikus hozzárakja a váltót. Annyi van itt mobilon, hogy a sima böngésződből, ha böngésződön keresztül keresed meg ezeket a váltókat, akkor nem tud hozzá kapcsolódni a MetaMask. A MetaMask csak úgy bír kapcsolódni a webes váltókhoz, ha itt a menünél megnyomod. Itt van a browser, minden pénztárcának van belső saját browsere. Erre rákattintasz, és itt már tudod használni a webes felületeken, itt már hozzá tud kapcsolódni a váltókhoz, ugye mint itt is a PokiSwap-nál, itt is hozzá vagyunk kapcsolódva. Ugyanúgy kell kapcsolódnunk mobilon, csak annyi a különbséggel, hogy a minden pénztárcának a saját belső böngészőjével kell megnyitnunk az oldalt. Itt például beírjuk, hogy pokiswap.finance. Itt is ki is dobja egyből. És akkor itt
jelzi nekünk mobilon is, hogy ja, így jobban látható, hogy átváltunk fantomra. Igen, váltsunk át. És már itt is vagyunk, így van hozzá kapcsolva a telefonos MetaMask a váltóhoz, és itt tudunk tovább váltani, ugyanúgy, ahogy a webes felületen történik. Még amit meg szeretnék nektek mutatni, nagyon sok új, egyből ezt a Trust Wallet-et telepíti fel a telefonjára, mert hogy ez is egy multihálózat, kezdőknek egyáltalán nem ajánlom. Ugye a Trust Wallet alkalmazás az egyszerre mutat mindenféle hálózatú coin tokent egybe, így első ránézésre nem tudod megállapítani, hogy melyik milyen hálózat. Ugye egy coinból is itt látható többféle, egy rossz mozdulat miatt egy rossz hálózatot választasz ki, és rossz helyre küldöd, vagy rossz címre küldöd be ide, akkor veszteni fogod a kriptoidot, úgyhogy ezt mindenképpen haladónak ajánlom, nem kezdőnek. Láthatod az egyik ERC20, a másik TRC20. Ez sokkal bonyolultabb, itt van még egy USDT, ez a BEP2-es és a többi. Persze itt is ugyanúgy kell minden hálózatnak, minden coinjából lenni, amelyik hálózaton akarsz, de sokkal nehezebben átlátható, mint a MetaMask, úgyhogy kezdőként ezt nem ajánlom. Ugye MetaMasknál, amit még meg szeretnék mutatni, a fiók adatokra kattintva, itt találhatod az adott pénztárcádnak ugye a címét, van egy QRL kódos címed is, ezt megadhatod, ugye a privát kulcs, az is olyan, mint a 12 szó, ezzel is be lehet, hozzá lehet jutni a pénztárcádhoz. Ezt is szigorúan tilos megadni másnak, hogyha ezt megnyitod, ide beírod a megadott jelszavadat, és kiadja a privát kulcsodat, ez is olyan, mint a 12 szó, ezzel is meg lehet nyitni a pénztárcát. Ezt arra szokták használni, hogyha egy MetaMaskba több pénztárca címet szeretné berakni, akkor ide kattintva itt hozzá lehet adni plusz privát kulcssal, plusz fiókokat, nem akkont 1, hanem akkont 2, akkont 3, stb. Ha netán véletlenül megsemmisült a 12 szód, amit leírtál, bejössz ide a MetaMaskba, ide kattintva a kis ikonodra, a beállítások, van egy olyan biztonság és adat, és a 12 szavak megjelenítése, ide ugyanúgy beírod a kódodat, és újra meg így tudod nézni a 12 szódat, amit újra le tudsz írni. Ezért kell mindig biztonságos helyen tartanod a MetaMaskot, hogy ahol nem férhet senki hozzá, mert ugye meg lehet belőle tudni minden adatot, amire szükséged van, hogy bejuss. Akkor összegezzük egy picit a dolgokat. Mai nap ugye megtanultuk feltelepíteni a MetaMaskot. Egyik hálózatnak saját tokenje van, és saját tokenje kell, hogy legyen a pénztárcába, hogy bírják bármit is küldeni, váltani, mert mindig a saját tokenjéből veszi le a tranzakciós költséget. Ugye megtanultunk hálózatot hozzárendelni, ugye vagy hozzáadunk mi magunk hálózatot a Google segítségével, illetve ha már tudjuk, hogy melyik váltó a fő váltó, amit nekünk kell, azzal hozzá automatikusan beilleszti nekünk azt a hálózatot, amit szeretnénk használni. Akkor ugye megtanultuk, hogy a 12 szót soha nem adjuk ki, biztonságos helyen tároljuk, leírva papíron,
nem felhőben, meg ilyesmi helyeken nem tárolunk ilyesmit. Amikor hozzá kapcsolódunk, ugye, bármilyen felülethez, mindig ellenőrizzük, hogy mit ír ki, mit akar hozzá kapcsolni, csak a címünket engedhetjük. Akkor nagyon sok olyan hibát vétenek az emberek, hogy kapnak valami, úgymond airdropot, ami általában mind scam, tehát így átverés, és alapból maga a coin neve egy ilyen weboldalt idéz például, és ott kell neked átváltani, máshol nem tudod, akkor az biztos, hogy csalás. Ott megpróbálod átváltani ilyen ingyen coinokat, amit csak egyszer csak bekerül hozzád maguktól, akkor az mind olyasmit fog kérni, hogy engedélyezd az automatikus kiutalást, hogy ellophassák a pénzed. Csak mindig hivatalos váltókról válts, ami itt a CoinGecko-n, az exchange-eknél, ugye a DEX-eknél találod ezeket a decentralizált váltókat. Mindig ezeknek a linkjét használd, olyat ne csinálj, hogy beírod, hogy PokiSwap Google-ba és ott keresel rá, mert akkor fönnáll a veszély, hogy nem is az eredetit rakja föl legfölülre, hanem egy hamis címet, és arra rákattintva megint ellopják a pénztárcádat. Mindig kizárólag megbízható oldalon töltsd be ezeket az oldalakat, ha már megnyitottad, elmentheted, stb. Akkor ugye megtanultuk, hogy CoinGecko-n segítségével bele tudod rakni a tokeneket is a MetaMaskodba, ahogy a tetert rákattintasz mindig, amit megkeresel, kisikonnal vagy magát a címmel. Még azt szeretném megmutatni, ha olyan tokent szeretnél váltani, amit ha ide beírsz a keresőbe, beírod a token nevét, de nem dobja ki. De te tudod, hogy az a coin az itt lehet váltani. Ugye akkor megkeresed a hálózaton a tokennek a címét, kimásolod, és ha a címét állítod be, akkor 100%-osan azt a token fogja neked feldobni, még ha névre nem is adta ki, címre valószínűleg ki fogja adni. Ezt az új coinoknál, tokeneknél szokták alkalmazni. Szeretnél egy tokent vásárolni, de nem tudod, hogy hol kell, akkor mindig beírod, akár ide is, beírhatsz akármit, megnyomod, és itt legörgetve látható lehet vásárolni belőlük. Itt van a Trader Joe, ahol voltunk, ez a decentralizált váltó, Hotbit GTO, ez ugye tőzsdék, tőzsdéken is megveheted. Láthatod, milyen párban vannak. Hogyha decentralizált váltón szeretnéd megvenni, akkor már alapból ide kattintasz, és már fel is fogja dobni neked, itt el kell fogadni, hogy ez a token az, amit te keresel. Itt beállítod, amiből szeretnél, és már is tudod használni, miután hozzá kapcsoltuk ugye a MetaMaskunkat, és már is meg tudod vásárolni. Gyere fel ide a crypto200iq.com-ra, itt megtalálhatod majd a leckéket, tőzsdéket, regisztrációkat, kedvezményeket, pénzügyi szolgáltatásokat, kriptos pénztárcákat, bányászati programokat, hogy ki akarod próbálni az otthoni gépeden. Ezek egyszerű kis bányászati programok. Remélem hasznos volt, és találkozunk a következő leckében, ami a DeFi-okról és a decentralizált pénzkereseti lehetőségekről lesz szó. Kacsalan!